Tegnap előtt tartotta a Kolozsvár önkormányzata májusi tanácsülését. A fontosabb határozatokról kérdezzük Olá Emesét, Kolozsvár alpolgármesterét. Jó napot kívánok, Emese! Jó napot kívánok! Tehát, hogyha jól hallottuk, további 5 évre hosszabbítják meg az Egy meleg ebéd szociális konyha programot, hiszen az elmúlt években az nyilvánvalóan bebizonyosodott, hogy igenis szükség van erre, és óriási segítség. Így van, a szociális kantin mellett úgy döntött az önkormányzat, hogy egy hasonló projekt fenntartását is kívánja biztosítani, de meg szeretném azt említeni, hogy civil kezdeményezés, amely mellé állt a Szociális és Egészségügyi Igazgatóság, illetve az önkormányzat is, biztosítván a helyszínt, illetve az infrastruktúrát annak, hogy szép számba tudjanak meleg ételt biztosítani azoknak, akik nehéz anyagi körülmények között élnek, vagy hajléktalanok, vagy egyéb betegségben szenvednek. Ugyanakkor, mióta kitört Ukrajnában a háború, szervesen részt vesznek az önkéntesei ennek a civil szervezetnek az ukrán állampolgárok felé biztosított élelmezésnek is. Az elmúlt években nagyon-nagyon sok rászorulót segítettek, adatokról tudunk beszélni? Igen, ez fokozatosan nőtt, tehát 2018-ban mintegy 10 000 meleg ebédet tudtak biztosítani, de például az elmúlt esztendőben 65 000 meleg ebédet tudtak biztosítani, tehát azt hiszem, hogy a számok magukért beszélnek. Így van, ezért is kérdeztem rá. Van itt egy érdekes román-japán innovációs fórumot szerveznek Kolozsváron. Itt miről van szó, hogyha jól tudom, Romániának van egy stratégiai partnersége Japánnal is. Mi ez? Gondolom nem újdonság az, hogy Kolozsvár próbál lépést tartani innováció terén a nyugati, illetve a sokkal fejlettebb országokkal, és többek között Japán nagyon jó eredményeket mutatott fel ezen a téren. Úgy döntöttünk, hogy egy ilyen stratégiai partneri kapcsolatra szükség van, és éppen ezért kerül Kolozsvárot megszervezésre ez az együttműködést is jel. Ez konferencia, június második felében 18-20-a között lesz ez a konferencia, és témája az 5G bevezetésének lehetősége, az okos város stratégiájának a bővítése, illetve Japán és Románia közötti együttműködésnek az elmélyítése. Én nagyon remélem, hogy egy sikeres konferencia lesz. Nagyon jól szól, illetve nagyon jól hangzik, nyitott a konferencia, mert szerintem nagyon sok érdeklődő lenne. Természetesen vannak nyitott részei is, és kevésbé nyitott részek. Én arra buzítom a kedves hallgatókat és nézőket, hogy nézzék meg a részletes programját ennek a konferenciának. Térjünk át az iskolákra és óvodákra, hiszen korszerűsíteni szeretnék, ugye 2026-ig, az óvodákat, illetve iskolákat, ezt hogyan képzelték el? Ez is a helyreállítási alapból megvalósítandó terve az önkormányzatnak, mindegy 36 iskola és óvoda épületéről döntött az önkormányzat ezen a héten, hogy tudják megpályázni ezeket a keretösszegeket, amiből felújíthatjuk ezeket az épületeket. Na most, amit tudni kell erről a csomagról, hogy az épületek viszonylag új épületek kell legyenek, a helyreállítási alapból nem tudjuk finanszírozni például a műemléképületeknek a hőszigetelését, illetve korszerűsítését ebből a szempontból. Igen, mert ott speciális engedélyekre van szükség. Nem, csak az engedélyek szempontjából, hanem eleget kell tenni bizonyos feltételeknek, és például a korszerűsítés szempontjából figyelembe veszik az, hogy a hőfogyasztás mennyivel csökken. Értem. Ezt a régi műemléképületek esetében nem tudják biztosítani, főleg, hogy nem is engedélyezik ugyanazokat az anyagokat, ugyanazokat a szigetelési módozatokat, vagy a nyílászárók, különböző technikával készült nyílászároknak a beszerelését, ezért a műemléképületek esetében nem tudják ezeket a lépéseket elszámolni a helyreállítási alapból. Ami a központi épületek nagy részt, mint említettem, műemléképületek. Igen, hogy akkor ők nem tudnak pályázni. Nem, ők nem, és most, hogyha magyar iskolákról beszélünk, nagy részt magántulajdonban vannak, azért sem pályázhatnak, igen. De vannak olyan
köztulajdonban, várostulajdonában lévő iskolák, amelyek esetében szükség lenne a felújítási munkálatokra, ezt az önkormányzat saját költségvetéséből fogja finanszírozni, nem pályázatból. Azért nem kerültek még napirendre ezek a kérdések, de a jó hír az, hogy ezen iskolák esetében is azon dolgozunk, hogy mi hamarabb elkezdődjenek a felújítási munkálatok. Igen, és most térjünk vissza, a 36 iskola kaphat ugye támogatást, viszonylag új építési iskolák, Kolozsváron és Kolozs megyében. Mi csak Kolozsvárról döntöttünk. Tehát 36 iskola pályázat, iskola és óvoda felújítása. 2026-ig kell elvégezni a felújítási munkálatokat. Nem fogja ez zavarni az oktatást, vagy erre is van egy külön stratégia, hogy hogyan dolgoznak majd az épületeken? Ami a külső burkolást és szigetelést illeti, ezeket próbálják úgy ütemezni, hogy ne az iskola ideje alatt végezzék el ezeket a munkálatokat, lehetőség szerint az órák után, vagy pedig a szünidőben. Természetesen előfordulhat, hogy egy-két óra átfedés történik az iskolai órákkal, de szeretnénk ezeket a munkálatokat úgy elvégezni, hogy magát az oktatást ne befolyásolják. És hát ezek, amikről most beszéltünk, a májusi tanácsülés határozatai még ebben a szűk időben is ilyen sok mindenről döntöttek. Van valami, ami még kimaradt esetleg? Hát hasonló döntésekre lehet számítani, hiszen még mindig vannak nyílt pályázati lehetőségek, ami helyreállítási alapokat illeti, úgyhogy valószínűleg, hogy még egy 10 épületes csomag a helyreállítási alapból lesz felújítva, úgyhogy ez a következő napokban fog eldőlni, tehát résen kell lenni, aki erre pályázna, az figyeljen. Az önkormányzat pályáz az iskolák nevében, tehát itt az adminisztráció szempontjából legalábbis a bürokrácia részét nem az iskolák kell vigyék. Emese, nagyon szépen köszönöm, eljött a jó hírekkel és időt szánt ránk. Én is köszönöm szépen.